A viola meg a gabó. Olyan nagy ozsonna készült mi nálunk tegnap délután, melyet még a mesében is csak ünnepnapon hallani. Csengett a mozsár, csikorgott a kávédaráló, harsogott a reszelő, csattogott a habverő, csörögtek a kanalak, zörgöttek a csészék. Jaj, panka lelkem, tán a tatárok jönnek, hogy így sietsz. Nicsak, ez a gonosz kanál nem akar szót fogadni. Nesze neked! Jaj, most oda van a rántás. Nem eszünk lebbencslevest. Á, kis baj, nem nagy baj. Lesz itt mit enni a vendégeknek, mert csak lé van 60 féle. Mi ragyog abban a csorbafazékban? Tengeri herkentyű. Parancsol belőle? Köszönöm, de inkább abból, ami abban a lyukas tepsiben sistereg. Az pipiske csipogás. Szolgálhatok vele? Nem élek én azzal galambom. Inkább megkóstolnám, ami ebben a feneketlen tálban van letakarva. Az meg szita kötő zümmögés. Megtetszik ízlelni? Köszönöm, de nem vagyok én ilyen finom ételekhez szokva. Jó lesz nekem egy szelet sonka is, vajas zsemjécskével. Fügét adok, akár egy zsákra valót. Más egyébben most nem szolgálhatok. Gazdája van itt már mindennek. Lesz vendég, csak ennivalóval győzzem. Ha szabad kérdeznem, kik lesznek a vendégek? Csupa híres vitéz, meg előkelő hölgyek. Ó. Itt lesz a paprika Jancsi, a porcelán kéményseprő, a bádok huszár, a törött nyakú bábú, a bőrlábú trézsi, az üvegszemű Kata, meg még sokan mások. No, ez takaros kis társaság. Kívánok jó szórakozást és étvágyat a tisztelt vendégseregnek. Ha nem, ahogy be akarom csukni magam után az ajtót, a gabó cica gurul egyenest panka lányom lábához. Isten megáldjon, aranyos gazdaasszonykám, engem vagy látsz többet, vagy se. Hát téged mi lehet, gabókám? Tám meghúzták a farkadat az egere? Csak csúfolódj, úgyis csak elbújdosok én ettől a háztól. Hát aztán hová mennél, cica-mica? Nagy a világ, majd csak el leszek benne valahogy, de ennél a háznál nem maradok tovább. Hát aztán miért nem, ha nem zavar a kíváncsiságom? Mert itt még arra sem tartanak érdemesnek, hogy meghívjanak egy kis ozsonnára. Se baj, ha csak ez a baj. Ne félj, gabókám, nem maradsz el a lakomáról. Te leszel a kukta. Te hordod be az ételeket majd a meghívott híres neves előkelőségeknek. No csak, úgy látszik, Viola kutyának is van valami mondani valója. Ne, ne te ne! Ej, Viola! Ne lángasd a kötőm szélét! Mit akarsz? Mondjad! Még mondani kell. Mindig csak a gabó a kedves, ugye, kis gazdasszonykám? Mintha az öreg Viola már nem is volna. Ej, dehogy! Ha nem tetszik, keres más gazdát, ugye? Föl is út, le is út, mert nem tudok olyan szépen hízelegni, mint az egerek pandúrja. Csit, Viola kutyám, van én nekem gondom, te rád is. Te leszel ma nékem, az udvari inasom. Bent lesz a helyed a vendégek körül. Tányérváltás, kés meg villatörlés lesz a te dolgod. Íme, már is érkezik a tisztelt vendégsereg. Tessék, tessék, csak beljebb, csak beljebb. Hozta a jégesi a tisztelt vendégeket, és hordja el a szélönöket. Szerencse, hogy a meghívott vendégsereg nemigen értette Viola meg Gabó nyelvét. Csak meretten bámultak maguk elé, hajlongtak jobbra-balra, de meg nem mukkantak volna semennyiért sem. Panka sorra ültette őket a terített asztal köré. Lá,
látszik ezeken, hogy legtöbbje még sose járt finom társaságban. Kukta, elő az első fogással! Íme az első fogás, tengeri herkentyű. Lássanak hozzá, tessék, egyék, nem lesz egyéb. Ha csak nem a második fogás, íme pipiske csipogás. Kedves egészségükre kívánom a lakomát. Örülök, hogy így eltaláltam szájuk ízét. Most már, Kukta, nékem is hozhatsz valamit. Mondjuk sonkaszeletet. Vaj a zsemjécskével. Majd én segítek. Hozom én a sonkát, meg a zsemjét. Várj csak, Kukta! Várj csak! Hol vagy, Kabó? Hol vagy? Merre jársz? Ez bizony jó volt, finom volt, meg éppen elég is volt. Mi volt jó, meg finom, meg elég? A sonka, meg a zsemje. Hát nekem nem hagytál belőle, te! Dehogy nem, a helyét. Azt hagytam neked. A vendégsereg rémülten esett erre-arra, miközben Viola dühötten kergette a gabócicát. Én meg mit tehettem egyebet, mint hogy Panka lányomhoz siettem. Ne félj, Pankám, egyet se. Ellátom a bajukat mindjárt. Hanem azt minden kis gazdaasszonynak ajánlom, amit néked, Panka lányom. Kutyára, macskára, ne bízzad a tálalást!